Tolnán hagyományos arató felvonulással kezdődött az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A felvonulók a római katolikus templomban folytatták az eseményt, ahol a kenyér megáldására is sor került. Örök Atyám, aki az eget és a földet alkotta, mindennapi kenyerünkben gondoskodó szeretetet jelét, és a családi asztalunk legfontosabb eredetét adtad nekünk. Tervezd ki karod, és áraz áldásodat ezekre az új kenyerekre, amelyeket Szent István királyon országunk fővédő szentjének ünnepén hoztunk eléd, és add meg táplálékul a föld kerekségen élő minden gyermekednek, a mindennapi eledelt és az örök életre szóló szent igédet, Krisztus, ami úrunk által. Ezt követően az ünneplők a Szent István szoborhoz vonultak, ahol Appelszófer Ágnes polgármester osztotta meg gondolatait. Gondtalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Gondtalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, és hogy egymásra kell legyen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Gondtalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben, és Istenben kié a diadal. Vas Albert soraival köszöntöm Önöket, mert ki tudná jobban értékelni Szent Királyunk által megteremtett, megalapozott hont, mint egy olyan hazát vesztett, hazájától megfosztott ember, mint ő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő közönség! A mai nap történelmünk legrégebbi hagyományaira visszavezethető megemlékezés, mely egyben a független, keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja is. Gyökerei a 11. századra nyúlnak vissza, mikor 1083. augusztus 20-án László király, 7. Gergely pápa engedélyével, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében első István király ezüstládába zárt ereklyéit a székesfehérvári bazilikában oltárra emelte, ami István király szenté avatását jelentette. Aztán a felszentelés ünnepségének befejeztével a szentestet az egyház közepén fehér márvány szarkofágban helyezték el. Ezzel ő lett az első magyar katolikus szent király. Az első magyar katolikus szent és egyben szent király is. Már a középkorban erősen élt a Szent István kultusz, azonban a katolikus ünnep kiteljesedése Mária Terézia korához kötődik. 1771-ben uralkodói közbenjárásra Budára került a Szent Jobberekje. A királynő engedélyezte annak évenkénti bemutatását, és nemzeti ünnepnek minősítette augusztus 20-át. Az első körmenetre a reformkor hajnalán került sor, fogalmazott a polgármester. A hagyomány históriájában az 1848-49-es szabadságharc után több mint 10 éves kényszerszünet következett. A Bach korszak betiltotta a megemlékezést. Ebben az időben Szent István, a Szent Korona és a Szent Jobb említése, a hatalommal dacoló magyarság, az identitását fennen hirdető magyar nép szimbóluma volt. Végül az enyhülés vetett véget a tilalomnak 1860-ban. Ezt követően augusztus 20-a egyre népszerűbbé vált, majd 1891-ben munkaszüneti nappá nyilvánították. Az emlékezés fontos fejleményei közé tartozik a Horthy korszak, hiszen akkor fektették le augusztus 20-ának, mint nemzeti ünnepnek az alapjait. A korábbi szokások közül megőrizték a Szent Jobb körmenetet, a lóversenyt és az ünnepi mulatságot, amelyet rengeteg programmal bővítettek ki. Az új és ma is létező szokások közé beemelték a tisztavatást, az ünnepélyes őrségváltást, a néphagyományok ápolását és 1927-től a tűzijátékot a Gellérthegyről. A 20-as évek végére már egy héten keresztül tartottak az állami ünnepségek.
Augusztus 20-a, mint nemzeti ünnep, ebben a korszakban vált a magyarság egyetemes ünnepévé. Ekkor már nem csak közvetlenül a határon túli, hanem a messze kivándorolt magyarok is megemlékeztek az államalapító királyról. Az ünnepünk történetében gyökeres változás a diktatúra kiépülésével 1948-ban következett be. Először lekopott a szent kifejezés, majd 1948-ban átkeresztelték az új kenyér, majd 1949-ben az alkotmány ünnepére, ami 1950-ben kiegészült a népköztársaság ünnepével. A körmenet tiltó listára került. Végül a rendszerváltást követően az első szabadon választott országgyűlés iktatta törvénybe, hogy augusztus 20-a a Magyar Köztársaság ma Magyarország hivatalos állami ünnepe legyen. István, amikor Magyarországot megalapította, törvényeit és intelmeit a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztességesek ellenvétők szigorú büntetése, a hit megtartása a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében alkotta. István tudta, sikerrel csak olyan kormányzás járhat, amely a magyar emberek érdekeit, hagyományait tartja szem előtt. Méltán tiszteljük mi is szentként, és tartjuk őt történelmünk legnagyobbjai között számon. Ő az, aki a magyar nép letelepítésével, az államalapítással otthont, hazát adott nekünk, melyet tűzzel és vassal meg is védett, meg is tartott számunkra. Neki köszönhetjük, hogy nem kell hontalannak lennünk, és büszkén mondhatjuk, hazánk ott van a Kárpátok alatt, és népünk a magyar. Mi, akik ma itt vagyunk, valamennyien köszönettel tartozunk ezért. És köszönnünk el a kenyeret, mely augusztus 20-án az ünnepi asztal ékessége. Az újat és a mindennapit, amelyet megtanultunk ebben a hazában előteremteni magunknak. Ezt tesszük ma is, hiszen a kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Azzal, ahogy a nemzeti színű szalaggal elkötött kenyérrel ünneplünk, kifejezzük, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. Köszönettel tartozunk továbbá azért is, hogy Szent István megmutatta népünk számára azt az utat, amelyen járva több mint 1000 évig meg tudott maradni nemzetünk. Ez az út a kereszténység útja, amely István idejében nem a könnyebbik út volt. Új vallás, új szokások, új életmód, új erkölcsi normák, új értékek. A magyar népnek mindezt meg kellett tanulnia, el kellett fogadnia, alkalmazkodnia kellett. István felismerte, hogy ez ugyan nem a könnyebb út, de ez az az út, amely a legtovább visz. A Perszófer Ágnes beszédében elmondta, hogy a mögöttünk lévő több mint 1000 év a bizonyosság arra, hogy Szent István biztos jövőt épített a magyarság számára. Rajtunk múlik, hogy tudunk-e élni a Szent Istváni örökséggel, és hogy tudunk-e valamennyien méltóak maradni államalapító királyunk emlékéhez. Fontos, hogy megértsük, a feladat ma is ugyanaz, mint mindig volt történelmünk során. Legyen érvényes tudásunk a minket körülvevő világról, legyen bátorságunk, elszántságunk és kitartásunk azokhoz a tettekhez, amelyek mindenből következnek. Legyünk büszkék 1000 éves örökségünkre, és járjunk emelt fővel a Szent Istváni úton. Ahogyan Vas Albert is vallja hontalanság hitvallása utolsó soraiban. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út s az élet, és maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel ember és magyar. Az augusztus 20-ai rendezvény zárásaként az önkormányzat, az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a Szent István szobrot, majd megszegték és szétosztották az új kenyeret az ünneplők között.